Ebben a videóban ismét 10 olyan dolgot mutatunk be nektek, amiről elképzelhető, hogy nem tudtátok mire való. A csatorna történetének ez a legsikeresebb sorozata, rengetegen szerettetek volna folytatást, ezért azt reméljük, ma ismét olyan esetekkel találkoztok majd, amelyek a jövőben a hasznotokra válnak. Ha esetleg nem láttad az első két részt, akkor ezeket is mindenképp ajánljuk a figyelmedbe, linkek a leírásban. Na de ne is húzzuk tovább a szót, vágjunk bele! Lyuk a golyóstól kupakjának tetején. A technika fejlődésével egyre több veszélyforrással is szembe kellett néznie az emberiségnek, hiszen amíg például nem terjedt el a villanyáram, addig nem kellett tartani az áramütéstől, valamint a közlekedés biztonság is sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, hiszen a leleményes mérnököknek hála ma már autósok tízezreit menti meg évente a biztonságjöv vagy a légzsák. Most felmerülhet bennetek a kérdés, hogy miért beszélek ezekről. Nos azért, mert akár hiszitek, akár nem, a lyukak szintén azért jelentek meg a kupakok tetején, hogy életeket mentsenek. A II. Világháború után Franciaországban a Marcel Bisch és Edouard Buffard által kifejlesztett Big golyóstól kupakjainak végére kis rést hagytak a feltalálók, hogyha netán valaki lenyelné, a lyukon annyi levegőt még kaphasson, ami életmentő lehet. Kimutatások szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 100 ember halálát okozzák a lenyelt kupakok. Ezek után nem nagyon csodálkozunk rajta, hogy a mikróra is rá kell írni, hogy macska szárítására nem alkalmas. Visszatérve a kupakokra, még egy nagyon fontos funkciója van. Korábban annak a felhelyezésénél az összenyomódó levegő miatt megnőtt a nyomás a tollban, így a tinta gyakran kifolyt belőle. Nos, ez a kis lyuk ennek a megelőzése érdekében is nagyon hasznos találmány. Két lyuk a Converse cipőkön. Ha volt már Converse cipőd, akkor bizonyára te is találkoztál már ezzel a két kis lyukacskával a cipő oldalán. Az internet népe megpróbált rájönni, hogy ezek vajon milyen célt szolgálnak. Bár sokaknak mindössze egy dekoratív megoldásnak tűnik, valós szereppel rendelkezik. Egyrészt segít, hogy a bőrünk jól lélegezzen, biztosítva a megfelelő légáramlást. Másrészt extra fűzőlyukakként is működnek. Ha ezeket a lyukakat is használjuk, akkor a cipőnk sokkal szorosabban tartja majd a lábunkat, ez futás vagy bármilyen más sportolás esetén igazán hasznos funkció. Ha érdekelt titeket ez a technika, az interneten számos videót találhattok róla. Habár most télen nem valószínű, hogy ilyen cipőket hordunk, tavasszal igazán hasznos lehet ez a megoldás. Akasztó az ing hátulján. Az ingek hátulján lévő akasztót régen a tengerészek használták, akkoriban még nem voltak olyan válfák és akasztók, mint ma, és ennek segítségével tudták gyűrődésmentesen tárolni ingjeiket. Később ez elterjedt a hétköznapokban, sőt, még a párkeresésben is. Az elmondások szerint a lányok az akasztót fogva jelezték a fiúknak választási szándékukat, a fiúk pedig, ha megtalálták társukat, kapcsolati állapotukat azzal jelezték, hogy a kis hurkot levágták. Ma ez már inkább csak dizájn elemként szolgál a férfi és női ingeken is. Lyuk az iPhone kamerája mellett. A gyártó 5. szériája óta találkozhatunk a hátlapi oldalon ezzel a lyukkal. Sokan azt gondolják róla, hogy egy úgynevezett reset gomb, amivel probléma esetén újraindíthatjuk a készülékünket, viszont ez nem így van. Valójában egy mikrofonról van szó, amivel együtt összesen 3 hangrögzítésre alkalmas nyílás található az Apple készülékein. Azonban ez nem egy egyszerű mikrofon, fő feladata a zaj kiszűrése, így amióta ez a mikrofon is be van építve, a telefonbeszélgetések minősége rendkívül sokat javult az elődökhöz képest. Nem csak hívás közben vesszük azonban nagy hasznát, a hátsó kamerával történő videófelvétel készítés közben segít a szebb, tisztább és sokkal élhetőbb hangok rögzítésében is. Színes csík a fogkrémtubuson. Számos legenda kering az interneten arról, hogy mit jelentenek ezek a csíkok a fogkrémek alján. Sokak szerint ezek a színes jelölések a fogkrém összetételére utalnak. Mielőtt megmondanánk, hogy valójában mi a célja, nézzük meg, milyen tévhitek keringenek róla a világhálón. A fekete csík esetén a fogkrém olyan anyagokat tartalmaz, ami növeli a fogágy betegségeket. 100%-ban szintetikus anyagot tartalmaz, amelyek karcolják a fogakat, ezért ezekkel a típusú fogkrémekkel hetente csupán egyszer szabad fogat mosni. Piros jelzés esetén a tubus olyan anyagokat tartalmaz, ami veszélyes az egészségre.
50%-ban szintetikus, 50%-ban természetes összetevőket tartalmaz. Kék szín esetén a fogkrém olyan szintetikus anyagokat tartalmaz, amelyek nem veszélyesek az egészségre. 80%-ban kémiai, 20%-ban természetes anyagokat tartalmaz, ezért hetente 2-3 alkalommal javasolt a használata. Zöld esetében nyugodtak lehetünk, a fogkrém 100%-ban természetes összetevőkből áll. Ezt a típusú fogkrémet javasolják a mindennapi fogmosáshoz. Nos, ha logikusan belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy ennek az egésznek semmi értelme. Ha ez igaz lenne, akkor minden gyártó zöld csíkkal látná el a fogkrémjét, mert ki az, aki olyat vásárolna, ami káros az egészségre. Az igazság az, hogy ez a csík csupán gyártástechnológiai jelzés, csomagolás közben ez jelöli a tubus végét. Lyuk a tésztaszedő kanál közepén. Rengeteg tésztaszedő kanál esetében találkozhatunk ezzel a lyukkal, amelyre különösebb figyelmet valószínűleg senki sem fordít, ám rendkívül hasznos tud lenni. Ha készítettetek már magatoknak tésztát, biztosan tapasztaltátok, hogy az első alkalmakkor még nem igazán érzitek, hogy mennyit kellene használnotok. Ha esetleg még mindig vannak ilyen problémáitok, akkor ez segíteni fog nektek. Ez a lyuk egy iránymutató abban, hogy mennyi tésztát használjunk személyenként. Így ha egy olasz tésztás délutánra áthívunk pár ismerősünket, akkor nem kell azon izgulnunk, hogy túl sok vagy túl kevés tésztát készítünk. Ez valóban egy nagyon egyszerű, de igazán hasznos megoldás. Természetesen a lyuk átmérője nyilván egy átlagos személyre van szabva, de ha esetleg nagyon éhesek vagyunk, akkor így könnyebben tudjuk belőni a kívánt mennyiséget. Hosszú nyakú sörös üvegek. Ennek a jelenségnek a magyarázata nagyon egyszerű. Ez az úgynevezett nyak arra szolgál, hogy itt fogjuk az üveget, ami azért hasznos, mert így tudjuk elkerülni azt, hogy felmelegítsük a kezünkkel az italt. Domborulatok a billentyűzeten. Ha jobban megfigyelitek, az F és a J billentyűkön található egy kis domborulat. Ezeknek a szerepe, hogy a felhasználó helyesen tudja elhelyezni a billentyűzeten a jobb és a bal kezét is, anélkül, hogy oda kellene pillantania. Ez igazán hasznos akkor, amikor gyorsan írunk egy szöveget, a domborulatok segítségével sosem kell azon aggódnunk, hogy az ujjaink esetleg elkalandoztak közben. Egy másik hasznos tipp, a numerikus billentyűzeten, az ötös gomb esetében is találkozhatunk ezzel a kis domborulattal, ez szintén abban segít nekünk, hogy úgy tudjunk számokat bevinni, hogy oda se kelljen pillantanunk. Ezek a funkciók azoknak hasznosak igazán, akik képesek 10 ujjal vakon gépelni. Henger a laptop töltőkábelén. Az emberek többsége ezt a hengert nap mint nap látja, mégis fogalmuk sincs róla, hogy vajon mi lehet, és valószínűleg annyira nem is érdekli őket. Néhányan azt gondolhatják, hogy dekoráció gyanánt van ott, viszont ez korán sem igaz. Annak ellenére, hogy nem törődünk vele, nagyon fontos szerepe van. Ez a henger valójában egy szűrőként működik, a neve ferít szűrő vagy ferít gyűrű. A ferít gyűrűk célja az, hogy a kábel által a környezetből összeszedett elektromos és mágneses zajokat kiszűrje. Ha felnyitnátok ezt a hengert, meglepődnétek, hogy belül mennyire egyszerű, mivel nem tartalmaz semmilyen elektronikus eszközt. A ferit gyűrűn áthaladó kábel egyszerűen hurokra van kötve. Maga a ferit egyébként összepréselt szénpor. Mindenki tudja, hogy a kábelek egy elektromágneses teret hoznak létre, ami torzíthatja az adatokat, jeleket, amit a kábel közvetít. A ferit gyűrű célja, hogy megakadályozza, hogy külső szennyezés érje a kábelt, és ezáltal a benne közlekedő jelet. Korábban ennek érdekében a kábeleket rézzel vonták be, de a ferit gyűrű sokkal olcsóbb megoldás, és ezért nagyon széles körben használják manapság. Pinhole szemüveg. Ha valaki nem tudná, a pinhole szemüveg egy olyan szemüveg, ami számtalan lyukkal van ellátva. Ezeket a szemüvegeket hordva úgy tűnhet, mintha javulna a látáséleség, de valóban csak a fénytörési hibát lehet velük csökkenteni. Éppen ezért gyógyításra nem alkalmas az ilyen jellegű szemüveg. Viszont tényleg élesebben tudunk vele látni, tehát ha valaki használni akarja, akkor csak rajta, de legyen vele tisztában, hogy a szeme nem fog tőle javulni. Ez a szemüveg úgy működik, hogy ezeken a kis lyukacskákon keresztül kisebb területen jut be a fény, így tudunk vele jobban látni. Ez kicsit hasonlít arra, amikor hunyorgunk, olyankor is hasonló folyamat megy végbe. Ezzel a listánk végére értünk. Titeket melyik lepett meg a legjobban? Melyiknek fogjátok a jövőben a hasznát venni?
írjátok meg kommentben, illetve azt is, hogy szeretnétek-e negyedik részt. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban, na sziasztok!